Több tucat francia gazdálkodó és teherautó sofőr zárta el a Lyon melletti Feinzon olajfinomító bejáratát, hogy így tiltakozzon az üzemanyagok drasztikus áremelkedése ellen. A gazdák azt követelik, hogy a kormány ízszerű szinten fagyassza be az árakat. A tüntetők szerint az energiahordozók árnövekedése olyan szinten emelte meg termelési költségeiket, amit már nem tudnak érvényesíteni a felvásárlók és a fogyasztók felé.